Üdvözlök mindenkit a múzeumi beszélgetések. Fitz Jenő, a Szent István Király Múzeum legendás igazgatója ebben az esztendőben lenne, pontosan 100 esztendős. Ebből az alkalomból szerveztünk egy beszélgetés sorozatot kollégákkal, pályatársakkal. A mai beszélgetés azért lesz különleges, mert nem csak Fitz Jenőről, de mégis Fitz Jenő által a Szent István Király Múzeum városban betöltött nagyon-nagyon fontos szerepéről fogunk beszélgetni. Székesfehérvár egykori és jelenlegi polgármesterével és a város országgyűlési képviselőjével. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel a stúdióban dr. Cserpalkovics András polgármester urat, köszöntöm Balsa István régebbi polgármester urat, illetve Varga Tamás országgyűlési képviselőt és államtitkár urat. Időrendi sorrendben érdemes mennünk a beszélgetésben, és ezért néznék rögtön az első kérdésem kapcsán Balsa Istvánra, hogy amikor ön volt akár tanácselnök, akár pedig ugye polgármester Székesfehérvár városában, akkor milyen volt a Szent István Király Múzeum, és milyen volt Fitz Jenővel városvezetőként együttműködni, milyen emlékek vannak? Hát nagyon izgalmas visszaemlékezni. Még előtte is volt kapcsolatom professzor úrral, hiszen közutasként abban az időben azt a csomópontot, amit most tervezünk Szabadbattyánnál, azt kérte, hogy mivel érinti a rommezőt, a tácborziói rommezőt, próbáljuk meg odébb tenni. Annyira sikerült, hogy a mai napig nem épült meg, de arra büszke vagyok, hogy sikerült a rommezőt megmenteni, és ezt ő nagyon nagy mértékben köszönte. Rendszeresen találkoztam vele, még a tanácselnökség előtt Gorziumban, hiszen a bátyámon keresztül szerettük volna, és meg is valósult részben, annak a gyönyörű területnek a mediterrán parkosítása, fásítása, növényzettel való ellátása, és hát nagyon tiszteltem őt. Amikor én bekerültem, mint mérnök a közszolgálatba, akkor azt határoztam, hogy azokon a területeken, amiben nem vagyok jártas, nem vagy kevésbé, hanem egyáltalán nem. Ilyen volt a színházi élet, vagy a múzeumi, még akkor is, ha nem a városhoz tartozott a múzeumnak a fenntartása, hiszen a megyéhez tartozott. Ezekben próbálok olyan személyes kapcsolatokat kiépíteni, és Kovács Péteren, Kowalski Mártán keresztül sikeres volt a professzor úrral. Egész máshogy nézett ki Gorzium is, sokkal kisebb volt. Nyilván a fala, ami most körülveszi, az még álmomban sem volt meg, és a rommezőnek a feltárása kisebb értékű volt. Egy időben haragudtam is a professzor úrra. Na, az miért volt? 276 darab tárgyat visszavitt a múzeumtörvénynek megfelelően Gorziumba, Fehérvárról, hiszen itt. De közösen álmodoztunk arról, ami most megvalósul, az útnak a képítéséről, kerékpárútról, sőt, most olvastam napokban, hogy a hajó kikötőnek, vagy egy olyan római kori hajó makettét felépítik, hiszen akkor 5-10 méterrel magasabban volt a víz, és az egy kikötő is volt. A múzeum épülete talán 70-es évek elején került át a múzeum használatába. Itt olyan emlékem van, hogy ő kérte személy szerint, meg a Kovács Péter is, hogy amikor az egyházi tulajdonban, hiszen itt nagy múltú ciszter középiskola, gimnázium működött, ahol csodálatos nagy magyar egyéniségek, tudósok, költők és hát egyházi fejedelmek tanultak, ez maradjon meg múzeum. Nem kis mérkőzés volt, végülis a ciszterrend pénzbeli kártalanításával megmaradhatott, és most csodálatosan kiépül, újjáépül, rehabilitálódik. Az emlékeim nagy részt Gorziumhoz kötötték, hiszen 85-ben nyugdíjba vonult, és akkor már teljes egészében talán Gorziumnak szentelte az életét, de mindig érdeklődött Kalovánszky Alán, Éri Kinga feltárása iránt, a nemzeti emlékhelyé vált romkertben, és ez egy nagyszerű érzés volt egy olyan emberrel együtt lenni, aki egy európér volt és marad, aki itt a nagy átalakulások során is megmaradt annak
a tudós professzor embernek a nyakkendőjével, a csodálatos halk egyéniségével, kisugárzásával. Én büszke voltam arra, hogy ismerhettem, és arra is, hogy megyei, majd Székesfehérvár megyei jogvárosi díszpolgárságot átadhattuk neki, és ezzel beírta magát még jobban a helyi közéletbe. A Deák Dénes Alapítványnál is komoly lépéseket tett, hogy Deák Dénes hagyományozó Székesfehérvárnak adja, Kowalszki Mártával meg Kovács Péterrel együtt. Azt tessék elképzelni, hogy elmentünk a Deák Dénes lakására, ahol kádban, meg a fürdőszobában, meg a lakásokban olyan csodálatos alkotások voltak. És vita volt, nem akartuk azt elszenvedni akkor, hogy csontvári kiállításhoz hasonlóan más városnak adja. És ebben a professzor úrnak, meg Mártának rendkívül nagy szerepe volt. A Székesfehérváron nem csak Gorziumban, hanem Székesfehérváron is a professzor úr beírta nevét a város évkönyveibe és a formálásába, alakításába. Sajnálom, hogy azt a csodálatos kibontakozást, ami Gorzium Herkulán területén is megvan, azt nem élhette meg, de minden álma megvalósulni látszik, és szeretném, hogy ez Székesfehérvár és Gorzium közötti kapcsolat tovább fejlődne. Kijutás szempontjából, iskola, múzeum látogatás szempontjából. Ez is volt az ő egyik nagy álma. Ezt többen elmondták egyébként a beszélgetés sorozat alkalmával, akik itt voltak, kollégák, pályatársak, hogy ember tudott mindig maradni, hihetetlen, amit ő alkotott, elképesztő munkabírása volt, tényleg ennek élt konkrétan, és mindenkihez volt mindig egy nagyon kedves, tényleg szava gondolata, amellett egyébként nagyon-nagyon szigorú volt, és nyilván ugye ez kellett az, hogy a múzeum eljusson erre a szintre is, hiszen ő tette le tényleg alapjait, és nagyon sok mindennek az ő munkásság, illetve az ő most a szó nemes értelmében vett fanatizmusa. De most nézzék Varga Tamás országgyűlési képviselőre, azt tudom, hogy van azért tényleg a Szent István Király Múzeummal egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat, ez még a régmúltból, ugye még a diák évekből, hogy mi is volt ez konkrétan? Igen, a professzor úr, igazgató úr egy hihetetlen egyedi jelenség volt itt Székesfehérváron. Egy egyéniség, ahogy a Koch László utcából átsétált, akkor még az Országzászló téri múzeum épületbe, és jellemző volt igen a csokornyakkendő, az a hihetetlen nyugalom, amivel ő élt, sétált, dolgozott, az a kicsit pajkos mosoly, és volt az igazgató úrnak egy kutyája, egy ír szettere, amit úgy hívtak, hogy Démo. És 1974-75 telén én ennek a kutyának megkaptam a kölykét, ami a Démo kutya után a Rémo nevet kapta, és ez volt az első emlékem diákként a tanárról, a professzor úrral. Az nagy dolog egyébként, hogy ilyen a kutyájának is megkapni az utódát. Igen, ez egy kitüntetés volt. Nagyon szerettük a Rémót, és aztán 1977-ben, amikor én érettségiztem, és nem vettek fel az egyetemre, csak egy évvel később, akkor egy évre ugye valamilyen munkát kellett szerezni, találni, és akkor Éva néni, tanár úr felesége, felvett engem a múzeumba, amolyan mindenesnek voltam a Gorziumi Nyári Színházban kellékes és rendezőasszisztensek. Karinti Mártonnak és szaladj ide fiam, hozd ezt, légy szíves, hozz egy vizet a színészeknek. Fantasztikus élmény volt, és aztán egy évet dolgoztam, májusig dolgoztam a múzeumban, Demeter Zsófia mellett kiállításokat csináltunk, éjszakában nyúlóan segítettem kiállításokat rendezni, természetesen a segédmunkát végeztem én, és akkor ennek ez ugye 1977-78 tavaszán már tudtuk, hogy a volt Ciszterrendház a múzeumé lesz, és emlékszem, hogy be is jártunk, és aztán egy-két évvel később került aztán a múzeum tulajdonába, és vált a rendház mai Szent István Király Múzeum főépületévé. Most nagyon nagy dolgok vannak, és nagyon nagy dolgok zajlanak egyébként, szerencsére, ez mindenki nagy-nagy örömére mondhatom. Akkor kicsit polgármester úrhoz is fordulnék, akkor beszéljünk a jelenről, meg esetlegesen, nem tudom, hogy volt-e valamilyen személyes kapcsolat, találkozás Fitz Jenővel.
nyilván találkozás az volt. Személyes kapcsolatnak azért talán kevésbé nevezhető az én esetemben, bár arra határozottan emlékszem, hogy gyakorlatilag mindig az úriember szó jutott az ember eszébe, főleg nagyon fiatalon ezzel a nagyon-nagyon elegáns megjelenéssel, nem csak a ruházkodásban ezzel a csokornyakkendővel, ami nyilván az ember becsukja a szemét és elképzeli professzor urat, akkor ez jelenik meg, hanem amit Tamás és István is mondott, hogy maga a megjelenése volt egy nagyon intelligens, nagyon művelt, egy kicsit talán már a korhoz nem is illő műveltséggel rendelkező, kicsit polihisztor jellegű személyiség, ami már szerintem akkor is ritka volt, viszont akkor is ezáltal példamutató és tiszteletet kivívó jelenségként a belvárosban, hogy lehetett vele találkozni, vagy különböző kiállítás megnyitókon, vagy egyáltalán a mindennapok szintjén. Ez szerintem mindenkibe, aki a múzeummal bármilyen módon, akár csak látogatóként kapcsolatba került azban az időszakban, ez lecsapódott, és hogyha azt mondjuk, hogy városi polgár, akkor valahogy így képzeli az az ember, és hát nagyon jó lenne persze, hogyha lennének ilyen úriember jelenségek a szó legpozitívabb értelmében ma is. Egyre ritkább sajnos. Mert valahogy ez teszi a várost közösségi, a közösség pedig egy olyan közös helyé, közös otthonná, amiben jó élni. És még akár a szigorú dolgokat, intézkedéseket egy intézményvezetőnek a nyilván szükségszerű döntéseit is könnyebbé teszi. Ez egy közel 4 évtizedes intézményvezetői pályafutásról is beszélgetünk, túl azon, hogy nyilván a saját szakmájába, hivatásába is fantasztikus tudással rendelkezett. De hát azért itt vagyunk néhányan már, akik azért sokféle vezetői évvel a hátunk mögött, azért pontosan érezzük, hogy mit jelent közel 4 évtizeden keresztül egy intézményt vezetni, egy hivatásrendet irányítani, döntéseket hozni, személyi döntéseket hozni, mindenkori költségvetésekkel vívni, ami biztos soha nem volt egyszerű. Dönteri infrastruktúráról, fejlesztésekről, mondjuk különböző sorsfordítóknál a múzeumnak az elhelyezéséről, tehát az önmagában is egy ember próbáló feladat volt úgy, hogy közben pedig ő nem felejtett el tudós lenni, és a saját tudományos szakmai álmait megélni, és persze mások segítségét is felhasználva, de ebben kiteljesedni. Ebben talán a Gorzium nyilván az az alkotás, amit mindenki ismer. És ami itt maradt nekünk, és hogyha róla beszélgettünk, akkor muszáj hozzátennünk, hogy ezért a mindennapokban ezeket ápolni kell, és ahogy el is hangzott, voltak álmai, volt, amit meg tudott valósítani, volt, amit örökségként itt hagyott ránk, és talán mondhatjuk azt, hogy szépen haladunk benne előre. A Szent István Király Múzeum az ő idejében sokakkal együtt munkájának eredményeképpen az ország egyik meghatározó gyűjteménye lett, és meghatározó kulturális intézménye, ez szerencsére itt így van most is. Küllemében a főépület az nagyon-nagyon szépen megújul, részben bővül is, ami szintén egy régi álom volt, hogy talán így egy jobb belső kialakítással alkalmassá tehető, hogy olyan gyűjteményeket fogadjon be állandó jelleggel, vagy adott esetben időszakos kiállításokra, amik biztos, hogy emelni fogják a város kulturális rangját. Ez az ő alapozó munkájuk nélkül föl sem merülhetett volna az elmúlt években, amire pedig senki nem gondolt azokban az években, hogy egyszer a városé lesz fenntartóként a múzeum. Ez ugye most így van, próbálunk jó gazdák lenni. Szerencsére a kulturális kormányzattal nyugodtan mondhatjuk, hogy könnyű volt megértetni azt, hogy miért fontos a fejlesztés. Ebben Tamásék nagyon sokat dolgoztak, és volt kire hivatkozni. És ez azért kulcskérdés, mert hogyha van egy ilyen intézménynek tudományos háttere, tudományos múltja, akkor könnyebb ilyen forrásokhoz is hozzájutni, mint hogyha honnan jöttetek, miért van egyáltalán erre szükség. Itt azért ezzel a múzeummal kapcsolatban ritkábban kapjuk meg ezt a kérdést, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy valóban néhány hét múlva egy korszakos jelentőségű részben felújítás, részben pedig bővítés fog befejeződni, és hát jövőre pedig egy nagyon-nagyon izgalmas, érdekes kiállítással fogjuk tudni a múzeumot átadni a széles közvéleménynek, és hát a múzeumi szakembereknek, akiknek részben ez lesz a munkahelye, hát azért ezen körülmények között szerintem más lesz dolgozni, mint a múltban volt. Beszéljünk erről egy picit a jövőbéli fejlesztésekről, tényleg ami várható akár a rendház kapcsán, akár pedig ugye az előbb említett fejlesztés kapcsán. Igen, amit András említett, a rendház rekonstrukciója és az új épület megépítése hamarosan befejeződik.
a rendház régi szárnya és emeletei adnak otthont a kiállításoknak, a kiállítótereknek, és bent a volt gazdasági udvarban, ahol a korábbi években a restaurátorok dolgoztak, épül egy fantasztikus új épület, ez lesz a fogadó csarnok, a látogató központ, innét indulhatnak útjára a látogatók, és járhatják be a termeket, és a termekben pedig 21. századi körülmények között lesznek láthatóak a kiállítási tárgyak. Mi szeretnénk az Árpádok művét bemutató kiállítással megnyitni ezt a múzeumot, és átadni a székesfehérváriaknak, hiszen Szent István városában vagyunk, és hol máshol mutassuk be az Árpádházi királyok művét, mint itt Székesfehérváron. Tehát a királyok és szentek kiállítás itt lesz majd látható jövő év elején. Minden reményünk megvan arra, hogy addigra elkészül és be is üzemelik az épületet, hiszen itt a hőmérséklettől kezdve a páratartalmon keresztül a fizikai biztonságra is ügyelni kell, és ezt mindezt fogja tudni ez az épület. Tehát olyan kiállításokat is tudunk majd itt rendezni, amire eddig a régi épületben nem voltunk képesek, és készül a Bazilika töltelté kiállítóhely is. Egy kicsit később lesz kész, de a volt köztársaság moziban is folyik a munka, és be fogjuk tudni mutatni a bazilika megmaradt köveit, amelyeket egyetlen kiállítás kivételével még nem láthattak a székesfehérváriak, és nem láthattak az ide látogatók. Úgyhogy azt hiszem, az is egy korszakos és jelentős esemény lesz Fehérvár életében. Igen, nagyon fontos dolog, tényleg folyamatos fejlődés. Hogyha a fejlődésnél tartunk, nyilván fejlődés az nincsen küzdés nélkül, és néha mondjuk ellentmondás nélkül. Azért mondom ezt a példát, mert hallottam valamelyik múzeumi kollégától, múzeumi dolgozótól, most Balsó Istvánra nézek, hogy azért Fitz Jenő viszonylag sokszor azt hallottam, hogy mennyire igaz ez, azért kérdezem, szembe ment a rendszerrel a fejlődés érdekében. Tehát ő egy nagyon szókimondó ember volt, és többször több történetben hallottam azt, hogy ő bizony az előző rendszerben csinált. Most idézőjelben vagy nem idézőjelben azért veszélyes dolgokat, és fogalmazott meg azért sarkos véleményeket is. Ez így volt? A professzor nem volt forradalmár, de én is akartam ezt hangsúlyozni, hogy olyan időszakban, olyan korszakban élt és működött, és a tudományos kisugárzása, embersége olyan volt, hogy ezeken át tudott lendülni. Példát tudott mutatni abból, hogy hát itt nagy változások voltak 75-ben. 56-ról nem beszélek, hiszen akkor én még 9 éves gyerek voltam, de 75-ben, 85-ben, aztán 90-ben. 85-ben nyugdíjba ment, de tovább dolgozott, és ezek nem csak a múzeum fenntartói joga, amik törvények változtak, jöttek, mentek, hol volt pénz a múzeumi feltárásokra, kiállításokra, hol nem volt pénz, és ő egy érték, egy etalon volt, egy maradandót alkotott. Ez így. Úgy küzdött, hogy megkérdőjelezhetetlen volt, mai nap biztos, hogy beleszólnak különböző irányból egy múzeum életébe, de ő a tudományos minőségével, munkáival, könyveivel, amit szerettem volna hangsúlyozni, hiszen ebből élünk, ebből tanulunk az ő Fehérvárt és környéke történelmi könyveiből. Ő úgy küzdött, hogy nem ütközött, hanem a véleményével, a kiállásával meghatározta az álláspontot is. Még szerettem volna fejlesztéseknek elmondani azt is, ami mint Gorziumra, mint Székesfehérvárra rendkívül nagy hatással van. Ámtitkár úrra, a polgármester úrra sikerült a Sárvíz kerékpárutat, az országos kerékpárút hálózatba venni, ennek egy szakasza már el is készült. Ez bekapcsolódik a Székesfehérvárt is érintő Budapest-Balaton kerékpárútba, tehát több oldalról megközelíthető lesz a Gorzium ásatás is, és Székesfehérvár értékei, a nemzeti emlékhelyei, és azt szeretnénk, hogyha az egész Szabadbattyán Tác Gorzium környéki közlekedési rendben olyan átalakulás lenne, ami nem rombolja, hanem bemutathatóvá teszi a Tác Gorziumi környéket. Új autópálya csomópont épül, és Szabadbattyánban is nagyon veszélyes, vitatott belső csomópont átalakul.
Ezeket jó hallani egyébként, és tényleg, hogy a beszélgetésből kiderül, hogy tényleg nagyon jó kezekben és jó irányba fejlődik. A szeúzó kiállítás leendő irányával is tovább fejlesztik mind a kerékpárúthálózat, mind az üzlethoz. Ezt csak azért mondom, hogy megközelíthetőbb lesz. Persze. Mások számára is ez a csodálatos érték, amit a Alba Régiát körülveszi. Varga Tamás is szeretett volna, hogy nagyon mondani. Igen, ez azért Gorziumról mondjuk el, hogy ez egy olyan régészeti park, ami egyedülálló Európában. Igen. Mert mindenhol, ahol a római korban éltek, és településeket, városokat építettek, az történt, ami Rómában is, és egyéb magyarországi településeken is, hogy a középkorban ráépült a város az antik római városra, és ma egy város alatt találjuk meg a romokat, kivéve Gorzium és Székesfehérvár esetét. Ugye a hadviselés doktrinájának és alapelveinek változásával nem egy nyílt sisakos küzdelem volt már a középkorban, tehát Fehérvár egy olyan helyen jött létre, ami könnyen védhető volt, egy mocsaras, lápos, vizes vidékkel körülvett kicsi domb, ahol Géza nagyfejedelem megalapította ezt a várost, és így Gorzium érintetlenül megmaradt, amit tanár úr, professzor úr talált meg, ásott ki, és azt gondolom, hogy ez egy nem csak természetesen Magyarországon egy érték, hanem egy európai érték, és ezért fontos, amit az István mondta, hogy megközelíthetővé kell tenni úton, kerékpárral, autóval, mindenhogyan, és be kell mutatnunk, mert egy fantasztikus, egyedi régészeti parkról van szó. A beszélgetés végén azt a konklúziót azért tényleg le tudjuk vonni, amit említettünk már a beszélgetés során, hogy fejlődik a múzeum nagyon-nagyon szépen, ugye a város fiatalos vezetésének köszönhetően, és ne felejtjük egy múzeumnak is, hogy mennyire érdekes a történelem, hogy ismétli önmagát, hogy egy nagyon-nagyon fiatal vezetője van, hogy a Ficien, Pokrovenszi Krisztián személyében. Ficien is nagyon fiatal lett a múzeum vezetője, és szintén most is egy fiatal, nagyon-nagyon lendületes szakember, ugye régész vezeti a múzeumot. Jó volt ezeket hallani, én köszönöm szépen a beszélgetést, és önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a múzeumi beszélgetésekben.